Tegnap zajlott a köznevelési törvény vitája. A parlamentben valósággal záporoztak a módosító indítványok, de nem csak az ellenzéki padsorokból, hanem a kormánypártok képviselőitől is. Este 338-an állt meg a számláló. Vendégem Osztolykán Ágnes, az Országgyűlés Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottságának elempe és alelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Önnek is maratoni napja volt a parlamentben tegnap a köznevelési törvénynek is köszönhetően többek között. Mikor fejeződött be a vita? Hát reggel 8-kor kezdtük a szakképzéssel, és a két oktatási törvénytárgyalás az eltartott olyan 7-ig körülbelül, és utána még volt az önkormányzati törvény, amit ugye nem lehet elszakítani a köznevelési törvénytől, úgyhogy én magam 8:45-kor jöttem el, de még tartott 11-ig. Hát igen, talán azért is, mert Lázár János például megmondta, hogy a köznevelési törvény szerint a legfontosabb jogszabály, amelyet az országgyűlés idén elfogad, mert hogy 30 évre meghatározza az ország sorsát. Ezzel ön is egyetért? Maximálisan egyetértek vele. Itt áll meg, amiben egyetért Lázár Jánossal, vagy az általa benyújtott módosító indítványokkal is egyet tud érteni? Mert néhány dologgal egyet tudok vele érteni, de a legfőbb ponton abban egyetértés van közöttünk, hogy olyan szegregációs elemek vannak, elrejtve, kimondva ebben a törvénytervezetben, amivel nem lehet ezt a törvényt elfogadni, és az ilyen folyosói pletykák azt mondják, hogy a Fidesz frakcióvezetője azt jelentette ki, hogy addig, amíg ezek a szegregációs elemek benne vannak a törvénytervezetben, addig ő sem fogja támogatni. Ebből a 338-ból tegnap délután, vagy a nap közepén olyan 300 körül tartottunk, abból 60-at adtam le én magam, és körülbelül ennyit adtak le a jobbikosok, és még kevesebbet az MSZP-sek, úgyhogy a törzsmódosítók azok a Fideszből jönnek. És ezek közül a módosítók közül mi az, amivel egyet tud érteni, mondjuk kezdjük a Fideszével? Az egyik például, amit Lázár János javasol, hogy az ő általa a Hódmezővásárhelyen kipróbált integrációs modellt vezessék be, ugye ez pont a szegregáció kérdésével foglalkozna. Ezt el tudják önök is fogadni? Ezt el tudjuk fogadni, maximálisan egyetértünk ezzel a javaslattal. Tegnap egy nagyon parázs vita zajlott erről a parlamentben, ahol a Fidesz egyes képviselői minket harcos Amazonnak nevezve, az LMP női képviselőit, ahogyan védtük az integráció folyamatát, vagy az integráció előnyeit, és ahogyan elvetettük a szegregáció elemeit. Az a baj, hogy nem igazán akarják látni ennek a fontosságát. Nem akarják látni azt, hogy a szegregáció sehol nem eszköz, hogy ezzel a módszerrel soha nem előre jutottunk, hanem mindig vissza, és mindig értékalapról beszélnek. Lehet ezt egy kicsit, lehet ezt most úgy gondolni, hogy ez egy jó dolog, és valóban változások fognak bekövetkezni, de én továbbra is azt állítom, hogy ebben a központosított, ahogyan tegnap fogalmaztam a vezérszónoki felszólásomban, ebben az abszolutista rendszerben teljesen mindegy, hogy egy képviselő mit mond, úgyis az fog történni, amit Orbán Viktor elképzelt a közoktatásról, és ahogyan ő elképzelt, ez úgy fog megvalósulni sajnos. Annak dacára, hogy most ilyen óriási számban vannak módosító indítványok a Fidesz frakció padsoraiban? Annak dacára van itt néhány fideszes oktatáspolitikus, akinek azt gondolom, hogy nagyon komoly múltja és háttere van ebben a témában, de ők most csak egy 5%-os csapat a körön belül, és próbálják szakmai érvekkel ezt alátámasztani, de ugye látjuk az elmúlt másfél év munkája az, hogy Orbán Viktor magyar hangja Hofman Rózsa, és az történik, ahogyan ő a bábokat a háttérből mozgatja. Az egyik módosító indítvány, ami a Fidesz-KDNP soraiból jön, de ennek speciál elemzők viszonylag nagy esélyt adnak, az, hogy legyen kötelezően etika, hit vagy erkölcsoktatás bevezetve az iskolákba. Erről mit gondolnak? Én azt gondolom, hogy ettől sokkal nagyobb problémák és sokkal fontosabb dolgok is vannak a közoktatásban, amelyek rosszak. Én azt gondolom, hogyha van egy olyan közoktatási rendszer egy országban, ami 3-4 ponton, amelynek kapcsán 3-4 ponton az ellenzék, a kormánypárt, az emberek egyet tudnak érteni, akkor utána lehet ilyen részletkérdésekről beszélni. De addig, amíg nem tudjuk azt, hogy mi lesz a vidéki kisiskolásokkal és kisiskolákkal, amire a 2012-es költségvetés 100 millió forintot szán
a jövő évi büdzséből, addig én azt gondolom, hogy, hogy egyszerűen az oktatás megcsúfolása ilyenekről, ilyen apró részletkérdésekről beszélni. Akkor beszéljünk azokról a részletkérdésekről, amik viszont benne vannak a törvényjavaslatban, tehát gyakorlatilag majd, hogy nem készténynek vehetjük, hogyha ez tényleg úgy működik, ahogy az előbb mondta. Ugye itt ilyesmikről vannak szó, mint hogy 16 éves korra leszállítják a tankötelezettség határát, viszont a harmadik életévtől kötelező lesz óvodába járni a gyerekeknek, a tankönyvek térítésmentesen állnak majd rendelkezésre, bevezetik az egésznapos iskolát és a mindennapos testnevelést. Ez nagyon jó, mert én azt gondolom, hogy ahány ember elolvassa ezt a törvény, annyi mindent lát benne. Igen, ezek a szavak és ezek a mondatok benne vannak, de nagyon komoly csúsztatós megfogalmazásban. De talán kezdjük az elején. Benne van az, igen, hogy 3 éves kortól óvodáztassuk a gyerekeket, ami nagyon fontos, amivel az LMP maximálisan egyet tud érteni. De az is benne van, hogy lehetnek olyan rendelkezések, és lehetnek olyan esetek, amikor a szülő kéri azt, hogy a gyereknek ne kelljen kötelező módon 3 éves korában iskolába menni, megindokolja a család kitűnő anyagi, társadalmi, gazdasági státuszával, és nem kell neki menni. Illetve mindannyian tudjuk azt, hogy ez egy nagyon szépen leírt mondat, de nagyon komoly óvodai férőhely hiány van ma Magyarországon. Nem tud minden 3 éves gyerek is óvodába menni. Talán ezért is lehet, hogy nem 2022-től lépne ez érvénybe, hanem csak egy-két évvel később, elvileg adna időt arra, hogy felkészüljön a rendszer is. Az egyik fideszes mondta tegnap a folyosón, amit ugye nem mondanak el természetesen a plenáris ülésen, hát az van, hogy most meg fogjuk szavazni ezt a törvényt, aztán ha majd látjuk, hogy 2013-ban a források továbbra sem állnak rendelkezésre, akkor majd felfüggesztjük a törvény végrehajtását. Ilyen módon lehet beleírni bármit. Tehát, hogy ez lehet egy ilyen óhajlista is, hogy igen, majd 2013-tól lesz kötelező óvodáztatás 3 éves kortól, 2013-tól lesz majd pedagógus életpályamodell. Hát valóban nagyon sok olyan elem van benne, amit változtatni kell, amit egy modernebb, egy fejlettebb oktatási rendszerben már láthatunk, mint például a finn vagy a lengyel oktatási rendszerben. De az a baj, hogy ezek nagyon haloványan vannak megfogalmazva, és nem egy egyenes vonalat látunk ebben az egészben. De ugyanez az egésznapos iskola kérdésével nem én kritizálom, hanem a Fidesz oktatás politikusai kritizálják. Én teljesen más szempontok miatt nem értek egyet az egésznapos iskolával, a többi ellenzéki párt szintén más elemek útján. Az a baj, hogy nincs az egész megalapozva sem szakmailag, hiszen nagyon sok mindenkivel nem egyeztetek, saját maguk között sem folytattak szakmai egyeztetést, és ami talán a még veszélyesebb a dologban, hogy ugye mindannyian tudjuk és látjuk, akik ott ülnek a parlamentben, és a kezükben van a 2012-es költségvetés, hogy erre nincs forrás ebben az országban. Most került elő egy másik módosító indítvány, ami a fogyatékkal élő kötelező 20 órás fejlesztését szüntetné meg. Az érdekvédő szervezetek rögtön elkezdtek tiltakozni, hogy ez gyakorlatilag a fejlesztő iskolák megszűnését okozhatja. Ettől önök mennyire tartanak? Mi azt gondoljuk, hogy ez talán egy ilyen eltolt, elszúrt fogalmazás, hiszen hogyha valaki az integráció mellett van, és azt mondja, hogy együtt kell nevelni ezeket a gyerekeket, mind a hátrányos helyzetű gyerekeket, mind pedig azokat a gyerekeket, akik valami fajta hátránnyal érkeznek az iskolarendszerbe, akkor ez egyszerűen logikailag nem fér össze, hogy ezt a nagyon fontosnak tartott fejlesztési órát elmismásolják. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét. Köszönöm.